A Kéti Nyugdíjas Érdekszövetség idén is megrendezte a Farsangibált. A szépkorúak saját maguk készítette jelmezekbe öltözve adták elő produkciójukat. A település polgármestere Gödrei Zoltán elmondta, az önkormányzat támogatja a helyi szervezetek munkáját. Az önkormányzat maximálisan támogatja a nyugdíjasait, minden civil szervezetet támogatunk. Most a nyugdíjasok ünnepe van, farsangi ünnepe van, és ugye most minden olyan dolgokban, amiben kérték az önkormányzat segítségét, az természetesen megkapták. Az egyesület 2002-ben alakult 50 taggal, melynek célja a nyugdíjasok képviselete, valamint a helyi rendezvények, kirándulások, előadások szervezése. Faragó Gáspárné, a szervezet elnöke a beszédével nyitotta meg a rendezvényt. Mi már ezt hát 6 éve, hogy rendezzük. A Covid ideje alatt nem tudtuk rendezni, úgyhogy most ez a mai, ez a negyedik megrendezett farsangi bálunk. Mi úgy érezzük, hogy erre nagyon nagy szükség van. Korunktól függetlenül nekünk is kell a mulatság, az együttlét. Úgyhogy ezt most nagy, ugyanúgy, mint tavaly, tagok is beöltöztek, meg a meghívott vendégek is beöltöztek maskarába. A vidékről meghívott tagok meglepetés műsorra készültek. Most már olyanok vagyunk a meghívott vendégekkel együtt, mint egy nagy család, és tényleg nem utasítanak vissza, hogy ha csak heten tudnak jönni, akkor heten jönnek, de nem mondanak nemet. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek, hogy elfogadják a meghívásunkat és a visszajelzést is. Amikor mennek el is mondják, és amikor találkozunk is mondják, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. A programot a szervezetek által finanszírozott tombola sorsolás zárta.